Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a kötött fogás évi utolsó adásában, egy csomó kötelező programomban. Először is, hogy az ajándékunkat, amit a Magyar Hangtól kaptunk, nagy tisztelettel szerkesztőségtől, ugye itt van egy Magyar Hang, belül pedig egy pezsgő, amit majd otthon jól megiszunk, arra kérem, hogy ezt vegyük innen le, borzalmas képileg az egész. Mögötte pedig már van, aki kibontotta. Itt pedig a kezemben az év utolsó Magyar Hangja, Gulyás Mártonnal a címlapon, azért ő vele, mert az olvasók szavazata alapján ő lett az év embere. Annyit kell tudni, hogy a szigorúan civil jelöltek voltak. Itt pedig szintén civilben mindenki, Csintalan Sándor. Jó napot, magyarok! Reichert János. Adj Isten, boldog új évet! Konok Péter. Jó estét kívánok! Dévény István. Üdvözletem! No, Varga Judit. Varga Judit, akinek a sorsa egészen elképesztő magasságokba teljesedik ki, bizonyára rászolgált. Most minden esetre nem erről beszélünk, vagy nem csak erről, hanem hogy följelentette az ördög ügyvédjét. Tudják, ki az ördög ügyvédje? Ő az egyetlen, aki ellen vizsgálat folyik a Borkai ügyben. Tehát ugye a hatóságok inger küszöbét nem érte el se, ami a szexbotrány kapcsán kiderült, ugye az Audi földekkel kapcsolatosan, se az összes többi, hanem az, hogy ki az, aki ezt kitette az internetre, ez itt a legnagyobb problémája a magyarnak. Szóval tulajdonképpen kit is jelentett föl Varga Judit, mit vár tőle, hogy akkor most még jobban elindul, az amúgy is tudjuk, hogy biztos, hogy van valamiféle nyomás Pintér Sándoron, hogy előkerítse. Szóval mi a véleményetek? Csak egy lábjegyzetszerű megjegyzés, följelentette, nem csak ígérte, hogy följelentette? Ja, hát... Nem, nagyon nem mindegy, mert hogy hosszú gépelt listán van otthon azokról, akik megígérték, hogy valakit följelentenek, aztán ezt nem tették meg érdekes módon. Azt szokott lenni mindig, hogy meg fogom tenni a szükséges jogi lépéseket. Igen, aztán nem történik semmi. Tulajdonképpen ezt érdemes végignézni egyszerű viszonylag visszamenőleg, hogy mi mindenért nem született feljelentés. Sokat mond. Ugye Varga Judit azért jelentette föl, ezt azért mondjuk el most már, egyébként itt ebben az adásban évek óta utalgatunk rá, hogy mert hogy azt állította az ördög ügyvédje, hogy Varga Judit, hát... De miért ebben az adásban szerintem még soha nem utaltam. Nem utaltam ilyesmire. De utaltunk rá. Nem, biztos nem. De nem emlékszem, hogy az adásban. Nem, előtte is utána. De hogy adásban nem utalgattunk. Azt mondjátok. Tehát ő összefolyik, igen, a mert mindig az a sokkal jobb, amit adáson kívül beszélünk. Hát, ugye, ez hányszor megbeszéltünk, hogy szerintem azt... adáson kívül sem utaltam ilyesmi. Kegyelmi állapot, mert az adás után beszéltünk róla, meg is neveztük a szerelmét is. Én akkor is azt mondtam, hogy ez engem marhára nem érdekel. Na, nem erről van szó. Jó, de Péter, nem erről van szó, hogy érdekel, vagy nem, engem se érdekel. Csak hát ugye eljátszak ezt. Ez egy kegyelmi pillanat, mert végre az adás utáni frankó témák bejöttek a műsorba. Köszönhetünk. Most már akkor is végigmondom a mondatot, tehát hogy Varga Juditról azt állította az ördög ügyvédje, hogy leszbikus. Biszexuális. Biszexuális. Jó. Kit érdekel egyébként, de hát igen. Így tart a magyar közé. Annyit azért, bocsánat, hozzátennék, hogy ez egy ilyen fegyelmi állapot, hogyha erről beszélünk, azért nem mindegy, hogy kegyelmi vagy fegyelmi. Lehet, hogy minket is feljelentenek, amiért ezt elmondtuk, hát majd meglátjuk, de annyit azért szeretnék elmondani, hogy a probléma számomra nem abban van, hogy Varga Judit, vagy X, vagy Y, milyen magánéletet él, hanem abban, hogy ilyen magánélet mellett mire akarja a társadalmat finoman fogalmazva motiválni. Tehát ugye az rendben van, hogy ők kortyogatják a bort, de közben elérjek mindenkinek, hogy vizet igyon, ez nem jó. Tehát ugye... Mi meg lázadunk, ugye? Nem, hát semmi baj nem lenne Varga Judit, meg Szájer József, meg az összes többi történetével, ha nem azt kéne hallgatnunk ugyanennek a társaságnak a szájából, hogy milyen a tisztességes családi élet. Csak ezt minden ilyen alkalommal elmondjuk, igen. És persze van benne igazság, csak mégis arról szól, hogy ketté kéne ezt választani. Tehát egyrészt van Varga Judit politikus, másrészt van Varga Judit, aki vagy biszexuális, vagy nem, ami szerintem abszolút irreleváns. És harmadrészt meg van az ördög ügyvédje, meg a hasonló ilyen ebből élő kormánypárti és ellenzéki pletykalapok és ilyen fake news sajtók és hasonlók, amelyikek tényleg erre az egészre züllesztik le azt, ami magyar közélet. Tehát amikor Varga Juditról beszélünk, ezzel az van elérve, úgy, hogy ezen túl
valószínűleg nem arról fogunk beszélni, nem az fog rögtön beugrani, hogy Varga Judit mennyire korrupt, hogy Varga Judit mi mindenről tehet, hogy Varga, most nem teljesen értettem, hogy milyen magasságokba jut, de hogy Varga Judit milyen kezded el, már el akartam mondani, összekevertem azt is. Most már azért, tehát a fölkopban, már nem, de ugye a fölkop mindig kegyelmi állapot, egy kicsit más állapot, néha nem jut eszembe a Konok Peti neve, de Tamás. Igen, és összekevertem, tehát ez van, összekevertem. Na mindegy, szóval azon rögtem magamba, hogy az az ördög ügy, ugye, amióta volt ugye a Borkai botrány, amire az ördög ügyvédje létrejött, kialakult. Azóta semmit nem csinált. Az ördög ügyvédje, ez olyan, mint a kabaré tréfában ez a, ha én egyszer kinyitom a számat, ha én egyszer elkezdek beszélni, és konkrétan most ez egy hír, hogy pletykák szerint Varga Judit biszexuális, és akkor most azt mondja, hogy akkor majd jönnek a Pegazus ügyről is a jelentések. Az volt a Borkai történetnél is, hogy majd jönnek a beszámolók a korrupcióról, meg hasonlóan. Érdekes módon nem jöttek. Majd meglátjuk, hogy az, mondjuk azt mondanám, hogy tényfeltárói munka, hogyha a Pegazus ügyről olyan dokumentumokat, olyan novumokat, olyan tudást adna az ördög ügyvédje nevű valami, amit eddig nem tudtunk, ami izgalmas, ami érdekes. Az, hogy berobbantom magam egy ilyen szarral, már elnézést, egy ilyen, egyébként hát a homofób érzésekre alapozó történettel, hogy most akkor ez a gond Varga Judittal, még akkor ugye van ez a találat, na ki lehet az ördög ügyvédje, és akkor beindul az össznépi társasjáték, jön Dániel Péter, én vagyok az ördög ügyvédje, nyilvánvalóan nem Dániel Péter az ördög ügyvédje, jön Ceglédi, aki azt mondja, hogy hát én nem is vagyok, csak egy picit, mert különben is egyetértek vele, de nem, lehet, hogy az vagyok, lehet, hogy nem, jönnek az önjelölt ördög ügyvédjék, és hát nézzük már meg azt a rohadt nevet, tehát annyira magától adódik, nem biztos, hogy így van, csak maga a névválasztás is, az ördög ügyvédje, az advokátus diaboli, ki a franc az ördög? Hát ebben a mitológiában Orbán Viktor az ördög, Orbán Viktor ügyvédjéről van szó? Igen, úgy tűnik egyébként, mert szerintem, én legalábbis merem remélni, hogy ezek annyira kontraproduktívak ezek a mocskolódások, hogy nem remélni, igazából nem örülök, hogy kontraproduktívak, na, de annyira kontraproduktívak valószínűleg, én nem tudom. Arra gondolsz, hogy az házon belüli nem képtelenség, mert ugye a Borka ügy, azt láttuk, hogy nem. Még az elnevezés is béna. És akkor egyébként ki isten ügyészek. Igen, csak mondod, hogy nincs ügy, meg nem ügy, meg, de közben meg... De ez nem de arra, oké, de mégis az. Tehát, hát, de akkor beszéljünk erről. Mert mégiscsak van ennek egy befogadó közege, egy nagyrakás ember. És ez a fontos. Rengeteg ember, aki most vagy tenyerét dörzsölve várja, hogy kiderüljön, hogy milyen felvétel fog itt előkerülni. Meg a másik oldal, nem tudom, azt most hogy kezelik fogalma, nincs a fideszes ismerősem, erről még nem vitatkoztam, mert magánéleti válsága van, szegénynek szurkolok. Szóval, hogy de igazban meg igenis ügy. De egyébként a legviccesebb az volt, hogy amikor én megláttam, hogy Esztímea, az egyik hölgy, akit megemlítette az ördög ügyvédje, akkor nekem kapásból az Esztímea jutott eszembe. Mármint a Szabó Tibi. Hát ez mekkora nemzeti. Van ilyen néven egy ország. Nyilván nem ő, csak hogy valamiért ő jutott be, és hogy na, ez lenne az igazi nemzeti együttműködés, nem? Tehát, hogy amikor már... Jaj, Isten. Néha együtt vadásznak. Ja, hát, nem Szabó Tibi. Nem ő, tehát nem ő, nem csak ez ugrott be. Szóval, szerintem meg azért, van sok abban, amit Sanyi mond, meg a János is mond, hogy Magyarországon ez azért ügy, mert olyanná tették a magyar társadalmat, amilyen. Péter, Orbán Viktornak ebben mekkora felelőssége, amikor az egészen undorító Terry Black-féle vádak emlékeztek a Vona Gáborról kapcsolatosan ugye megjelentek, akkor Orbán Viktor egy viszontválaszban, egy azonnali kérdés után viszontválaszban azt mondta, hogy a szemöldökéhez nem elég a szemöldök. Orbán Viktornak is felelőssége van benne, mivel Orbán Viktor van hatalmon, ezért úgy gondolom, hogy konkrétan nagyobb felelőssége van per pillanat, mint az értelmiségnek, de mindenkinek, aki ebben a rohadt politikai elitben létezik, dolgozik, és ezért dolgozik, hogy ez ilyen legyen, vagy legalábbis a munkája mellékhatásaként ez a történet ilyen lesz, és ezen a szinten alap közéletünk, including például Márki-Zay Péter, aki nagyon jól elviccelődött azzal, hogy egy általa ismert kereszténydemokrata politikus végbeléből New Yorkban milyen játékszert operáltak ki, konkrétan ezt mondta ez az ember, erről beszélt, mert ezt érvnek gondolta egy politikai vitában, including egy csomó magyar politikus, nem tudom, ki a felelősebb érte, úgy gondolom az egész közélet olyan szintre züllött ezzel, és igen, ügy, persze, hogy ügy, ez az ügy. Tudjátok, mi jutott eszembe Sanyiról, hogy így volt az a Markus Rólam Mádos... Rólam mi jutott eszembe, édes? Volt az a
Volt az a Markos Nádas Bonc kabaret, amikor a kocsmában vannak, emlékeztek? És a Vidám színpadról az egyik csába semmi más nem csinál, csak mindig megpörgette a sörös üveget, emlékeztek? És így volt egyet belőle, majd utána egy bealudt hátrafelé. És arra gondoltam, hogy lehet, hogy a Sanyi ma ebben a szerepben lesz? Hát ennél a napira, ennél abszolút. Tehát akkor erről nincs is semmi mondani való. Egyébként nem csodálkozom rajta, de hát itt nekem ezt ide írták, mint Vidám témát szilveszterben. Jó, egyébként ez borza. Én azon gondolkodom, hogy ilyen szörnyű lehet úgy feküdni és úgy ébredni, ha van a ügy mögött valami adott esetben, hogy azt várod, hogy mikor jön ki. Tehát én esküszöm meg sajnáltam Varga Juditot, amennyiben... Ezzel vannak egy pár... Azért itt egy lábjegyzetet engedj meg, hogy senki se kötelezte véletlenül Varga Juditot, hogy a tavasszal közé tegye a Facebook oldalon, hogy elválnak a férjével, ami aztán hirtelen le lett véve a napirendről, és azóta is ott lebeg ég és föld között ez a téma, nem mintha engem érdekelne. Csak zárójelben megjegyzem. Tehát nem kéne Varga Juditot azért sajnálni, mert ebbe a helyzetbe került, mert ne arra ugye... Nem, hát a Pegazus ügy van. Én váltig állítom, a Völner ügy mögött is a Pegazus van, meg az, hogy ez a Varga Juditra kiterjed, most ebben is én érzem a Pegazust. De a Pegazus ügy az egy olyan seb a magyar államiságnak a testén, ami tovább, hogy mondjam, üszkösödik. Na. Az lehet, hogy szálló ige lesz, viszont ez a érzem a Pegazust. Akkor te rezgő jelen van. Pista, együtt érzel velem? Én napok óta tényleg egyszer... Olyan volt egy picit, mint egy Covid elleni védőoltás, mint amilyen reggel fölébredek, meg szoktam nézni a híreket. Elkezdődött ez az őrület, nem is akarom a nevén nevezni. Mondom, már megint, és mindig. Hát mondom, estére talán más lesz a helyzet. No. Megnéztem a híreket, mert mégiscsak ünnepek vannak, nem folyamatosan a híreket nézek, meg ünnep előtti napok vannak, és este már megint. Hát mondom, akkor inkább aludjunk. Igaz, hogy voltak ilyen nehéz pillanataim, amit meséltem a Péternek, mert most már lassan tényleg tutira irányt veszek a tajgára. És hát adtam neki ennek örömére. Na de másnap reggel fölkerek, kinyitom az internetet, meg belehallgatok a televíziós műsorba, meg itt a műsorban, és már megint még mindig ugyanaz a történet. És lelkesen csámcsog rajta az egész szerencsétlen magyar média, arra végül is, hogyha ezt lecsupaszítjuk, hogy valaki azt mondta, hogy majd mond valamit februárban, vagy januárban. Januárban. Az a valaki, aki egy senki. És ezt eltömik a fejemet, mondtam a Péternek, hogy lassan... Na jó, de Sanyi, de ugyan hasonló sztorira van alapozva a Budapest elleni támadás sorozat. De erről beszélek, hónapok óta. Igen, neked jó. Semmire, amit mond egy nagy büdös semmi. Hát ezt mondom, hogy ez nem előzmény nélküli, tehát csak én az emberben gondol, bennem mindenképpen, de másokban is. Ugye úgy rakódik, mint a guánó, és akkor eljön egy kritikus pont, és már elég lenne. És én azt gondolnám, hogy a közvéleményben is talán, vagy várok ilyesmit, vagy reménykedem, hogy egyszer ezt elunják. És nem unják el. És élvezik. És hát az eszem megáll, hát basszátok meg egészségetekre azért. Most elképzelem az igazságügyminisztériumban a staffot, hogy ezt hallgatják, és amikor a Csintalan Sanyi azt mondja, hogy irányt veszek a tajgára, akkor így frászt kaptam, hogy kiszivárogtatott már megint neki, hogy Szibéria. Tényleg a falut kíváncsi erre. Jó, van, januárban visszatérünk. Fölraktam egy baromi rövid posztot a Facebookra, ez ügyben annyi volt, hogy még hogyha, még ez a mit ördög ügyvédje, meg a nyugati fény, meg én sem fogja elérni azt, hogy megkedveljen Varga Juditot. És le kellett vennem ezt a posztot, mert olyan kommentek jöttek alá, nem engem szinte. Ja, ez volt. Ez volt. Sunásznám az én! Százával. És én azért azzal hízelgek magamnak, hogy az én kommentelőim azért mégsem azért a legordinári népség. Jól láttad magad. Ez hozza ki az emberekből. Tehát ha ezt csinálják velünk, akkor ilyenek leszünk. Ez a Gyurcsány Ferenc naisével kezdődött. De hát ez meg az én fejlővésem. Mindenki mivel kezdődött? Az Horn Gyula volt a nais. Akkor a Gyurcsány, mi az, hogy nagyon is? Ugye, amikor Gyurcsány Ferencnek a vagyonát... Tisztességesen szerezte ő a vagyonát. Újabb a nagy divat, hogy ugye aki nem tudja magát úgy bemutatni az interneten, hogy őt még súlyosan személyében
nem támadták, vagy nem fenyegették meg fizikai atrocitással, vagy valami ehhez hasonlóval. Ugye most nagy divat, az emberek kitűzi magára azt a jelvényt, tehát ez olyan, mint a lovakereszt, hogy hú, már nekem is azt mondták, hogy majd egyszer ez lesz, meg az lesz, meg amaz lesz, meg hogy támadják és bántják a gyerekeimet. Az a helyzet, szeretném elmondani, hogy én ahogy visszaemlékszem az elmúlt 30 évben, ez nagyjából mindig így volt, mondjuk leszámítva azt az időszakot, amikor még nem volt internet. Igen. Hát azért figyelj ide, hát, ugye miközben azt mondom, hogy ez milyen ciki, hát Csurka Pista már annak idején azzal bazgatott engem, hogy a fiam Izraelbe jár iskolába. Hát olyanokat kapott az ember, hogy arról kódul, most nem akarok ebbe belemenni, ez ezzel jár, és azt akarom csak mondani, hogy ha magukat érintetnek gondolók, és ezt úgy hordozzák, mint egy festett vérzést, akkor csak generáljuk ezt a dolgot. Tehát én a hülyéket sose vádolom, mert azok autodidakták és maguktól hülyék. De akik állítólag egy másik világot akarnak, azok ne generálják már ezzel. Pontosan. Mert ezt szoktuk, igen, ilyeneket mondanak, kivegyünk az utcára, hú, csúnya bácsi, most ott voltam a Shell, szegény Shell, nem a Shell tehet róla. Bementem a mi az Isten haragjába fizetni a benzinkúton, nem fogom idézni, hogy miféle zsidózás volt, mert megláttak az ablakon keresztül. És akkor szegény kislányot a pénztárba mondta, jó, hát ezek mind ilyenek. Mert hogy szegény azt mondta, hogy egyébként aranyos vagyok, mert egyébként tényleg egy tündérű járvány vagyok. És a pénztárba oda járok. Ráadásul és akkor bement egy ilyen izé. Most ezekkel kell traktálni a közönséget? Na bocsánat, hogy most ezt végülis elmondom, hogy egy friss élményem. De most ez hogy jön ide, Sanyi? Hát úgy édes pedikám, hogy nem szabad ebbe a történetbe az sértett oldalon se beleállni, mert csak generáljuk. Ja, hogy abban, csak generáljuk, meg amikor kiteszem én hősként a kedves közönségemnek, a saját híveimnek, hogy ja Istenem, én hogy meglettem gyalázni, és miket mondott egy idióta, bazd meg egy Facebook kommentet. Ki a Faustot érdekel? De arra jó, hogy hergeljem a közönséget. Azt a közönséget egyébként, ami majd elkezd pofoszkodni. És én nem óhajtok ebben részt venni. Pont. És azt javaslom mindenkinek, hogy ne óhajtson részt venni. Ha majd először eltördül az első pofon, és pofán vágnak, vissza fogok ütni természetesen, bár voltam ilyen helyzetben, és nem tudtam. De ezt a hangulatot ilyenekkel hergelni, ezért vagyok megdöbbenve, erre is utaltam, hogy kinyitom reggel a hiszet, és mértékadónak gondolt lapok azzal foglalkoznak, hogy valami hülye majd januárban mit fog mondani. Implicit módon, ha ezt a kifejezőt szabad használni, részt tudunk venni egy olyan hergelésbe, ami állandóan elmondjuk, a micsoda sebek értek bennünket. Csókolom a hús, csonttal méri, ezért kapjuk a fizetésünket. Már ki kapja. Milyen fizetésünket? Jó, de értem, Sanyi, hogy miért beszél. Hát értem, Sanyikám, értem. Megértette? Meg én most már. Na, ezért kapjuk az ördögügyvédi díjunk. Igen, a Sorostól a pénz. Én egyszer igen. Kiraktam egy ilyet, de az azért, mert nagyon valami, ez a fideszes ilyen előretolt helyőrség blog, ez a mindegy, nem is mondjuk. Le kell ezeket szarni, Pista. És az nagyon, nagyon aljas módon is a édesanyját is belekeverve, és akkor azon kiakadtam, de nem, ott tényleg nem volt értelme, és akkor azt én is kiraktam, hogy izé. Nem biztos, hogy feltétlenül néha van értelme. Én szoktam kirakni egyébként azt, amiben valami speciális van. Hát te úgy szoktad ajánlani a műsor. Meg úgy szoktam ajánlani. Ott azért nem a legdurvábbakat szoktam kiválasztani. Tehát szerintem önmagában azt, hogy szembesíteni a közéletet azzal, hogy milyen a közélet, meg magadat egyébként, hogy vesz be téged ez a közélet, az nem biztos, hogy probléma, nem biztos, hogy mindig probléma, ha ezt egy kitüntetésként rakod. És tényleg már verseny van abban politikusok között, hogy engem kérem halálosan megfenyegette, ki is teszem? Hát könyörgöm mindannyiunkat szerintem, aki bármilyen köze van a közélethez, hetente többször megfenyegetik halálosan. Hát. Igen, ez egy ilyen. Vidám hétköznap. Eszembe jutnak a Pozsony utcában négy zsidó fiú ordítva nácizott, és hogy teli bevernek. És akkor visszafordultam, a feleségem csimpaszkodott a karomba, eleve jó így nekiállni, verekedni, nem, hogy ott van a nejed is. És az látja a fényes győzelmedet. Igen, egyik fiú meg ráadásul, akivel eredetileg összeszolgoztam, az meg mankóval volt. Képzeld el, ebből a helyzetből hogy lehetett volna jól kijönni. De én ezt elmondtam nagy nyilvánosság előtt, és azon gondolkodom, hogy akkor ezt rosszul tettem, vajon csak? Hát annak idején igen, most, hogy elmondtad, nem. De hát figyelj, ezek vannak ilyen humoros izéje, amikor engem kiengedtek a kórházba, és mentem a Pozsony úton, és odaállt elém két darab 80 éves idős hölgy, és azt mondta, hogy Sándor, sok volt a paradicsom a sapka alatt.
És akkor én azért arra gondolom, én miattuk kaptam. Igen, igen. És odaálltak elém, és azt mondták, hogy Sándor, sok volt a paradicsom a sapkán. Nem megyünk ezekbe bele. Gyorsan lefejelted a néniket, azt mondja. A habony módszerrel. Még a Mankóról az jutott eszembe egyébként, hogy amikor csak hogy egy kicsit oldjam a feszültséget. Én is oldottam. Nem. De jogos, hogy jókat mondtál, meg tényleg én is így elgondolkodtam ezen, hogy valóban csak kicsinek érzi magát ilyenkor az ember, hogy nagy internettel szemben, hogy most elkezdesz jó fiúkét viselni. De más az internet, meg az utca a járdán, azért de, tudod. Jó, az tehát, főleg nem mindegy, hol nőttél fel. Tehát azért jó, ugye... Hát nem borsodva. Igen, borsodva, igen. Tehát ott azért én meg Zalába, tehát ott is visszafordult az ember az ilyenre. Na mindegy. Na mindenütt visszafordul az ember. Ha most éppen Borsodban születtél volna, most elmondtad volna, hogy Borsodban visszafordul. Hát azért Borsodban elfutsz. Az a lényeg, hogy mégiscsak túl kell élni a kamaszkot. Szóval, hogy Dunaújvárosba lépett fel Deák B. Gyula, az a Mankóra jut eszembe, és baromi jó koncert volt. Hát mi más lett volna a főiskola éttermében, és tehát elég jól be is csűrtünk, és akkor így közül gondoltuk, más sajnos vége a koncertnek, és akkor a Gyula leállt ott iszogatni, és hogy lehetne kihúzni ezt a koncertet, és meg az volt az ötlet, hogy lopjuk el a Mankóját. Remek ötlet. Ez még, ez valami, és a főiskolás. Több diplomás gyerek lett, emberek lettetek, mi? Persze. És akkor előtte volna a nagykasztiból. Többen részt vesznek a kapsi erőműtel. Jó, az nem volt. Jó, öreg. Mindegy, akkoriban viccesnek tűnt. Ja, igen, most mindenki előáll azzal, hogy mit szégyel a legjobban a tini korából, mi? Hú, hát azért ezt kell a legjobban szégyelni a tini korából, akkor nem volt egy tini korából. De nem loptuk el, csak ez volt a terv, hogy így kéne kitolni a koncert idejét. Tehát, hogy a koncert idejét. Persze. Ja, amikor nem tud lejönni, de akkor nem tud állni. És utána kérdezzétek, utána csináltam vele interjút, már amikor nagyon picit benőtt a fejem lágy, és elmentem hozzá, a újságíró lettem, és készítettem vele egy nagy interjút, és hát kőbányai srác, ugye, és nem emlékszem, hogy hanyadikon, de még sokadik emeleten éltek akkoriban, 5-6, tehát egy nagy tízes, és akkor ő mondta erre, hogy hát azt képzeljem el, amikor jön az a hajnalba a koncertről, és nem működik a lift. Jó. Hogy az milyen. Olyan. És hogy hát most nem tudom, ez nyilván nem vicces, és csak azon gondolkodtam közben, itt van az ember, aki nekem ilyen, hát az István a király. Ugye én nem voltam, nem voltam a blúzos generációna, a tesóm lenyomta ezt a helyzetet. De én 73-as születése már kicsúsztam ebben. De Péternek igaza van, tehát ne az István, igen. Utána jött a többi, de valahol be kell írni. Okay. Na ez olyan, mint hogy a magyar a borok piacára, mivel írsz be vörösboros kólával, nem? Hát most el kell kezdeni, aztán majd utána kialakul a dolog. Na mindegy, hogy mindent értek. És ott ültünk a konyhájába, tipikus ilyen lakótelepi szerencsétlen bútorok, minden, és néztem ezt az embert, hogy basszus, ezek nagyon nem itt kéne nekünk ülnünk, és itt beszélgetnünk vele. És szerintem olyan nagyot nem változott valószínűleg azóta. Nem, az életed, ez iszonyú off-topic volt most. Azt akartam mondani, hogy egy ilyen pálya, mint a Deák Billé, hát nem erre jogosít normális. Hát de egy csomó magyar zenész. Magyarország egyik, ha nem legjobb gitárosa, aki véleményem szerint az egyetlen, aki világszínvonalon. Maradjunk abban, hogy igen karakteres. Igen, könyvzenész volt, és ide 4-5 évvel, 6 évvel ezelőtt olyan anyagi gondjai voltak, persze, hogy most hál' Istennek kilábolt belőle, de hát ez Magyarország. És Kovács Ákos pedig, aki pedig azt akartam, hogy átlagon fölül tehetséges. Azért tegyük hozzá, hogy nem csak a könyvzenész műfajban. Tehát a sokkal elben sokkal magasabban jegyzett műfajokban is olyan filléres gondokkal küzdködnek kiváló művészek, hogy az ember esze megállna, amit el nem tudnak képzelni, hogy nem mondjam a segédmunkás. Hát, amikor volt a nagy lezárás, az a harmadik hullám volt, amikor beálltunk a földbe, és senki sehova. Vagy más, nem tudom, mindegy, hogy a Facebook oldalamon olyan, mármint nem az én oldalam, hanem olyan bejegyzések jöttek föl, ilyen közvetlen, meg egy-két kattintásos ismerősök, meg ismeretlen ismerősök, hogy viszonylag jó nevű színészek. Igen, mondták azt, hogy a hullám, hogy a lezárások közepette, hogy irgalmatlan szégyen nekik, de hogy ha tudnak, akkor dobjanak már össze annyit, hogy ki tudja fizetni ezt a hónapot, mert aztán utána már majd beindul megint, csak néztem basszus, meg hogy azt a... Hát erre mondták, hogy a 80-as években a sztárok olyanok voltak, mint Cserhalmi György mondjuk, vagy Udvaros Dorottya, vagy mások, ugye őróluk beszéltek, ők voltak a címlapon, ma meg kik vannak a címlapon, de hát ez már...
Közhelyé kopott bor. Gulyás Na jó, menjünk már tovább. Menjünk, de akkor meg azt kell megbeszéljük, hogy az ellenzéknek mi a programja. Hát azért ez nem sokkal vidámabb. Beszéljünk Isteni van, hogy mi programunk. Beszéljünk Békesiről. Beszéljünk Békesiről, Sanyi. Te jól ismered őt. Én a Békesi házas pár megvan. Az egyik pénzügyminiszter volt, a feleség egészségügyminiszter, igen, ugye? Igen. A Békesit nem minősítem, mert akkor se értettem a pénzügyekhez, sem, meg most se, de azért Csehák Juditnak azt elfelejteni, hogy beleállt nagyon keményen a csernobili utánkorszakbanra, emlékeztek? Tehát azért azt ő, az ő arca vezényelte le, hogy nyugodjanak meg emberek, semmi nem volt. Kétszer mosott? Igen, nyugodj, mossák meg kétszer a salátát, és akkor minden rendben van, az Csehák Judit volt. Csak szeretném. Nem most, hogy jön ide Békesi, és hogy jön ide Csehák Judit. Már a felesége volt. Oké, de hogy jön ide Békesi? Már mondd el, mert hogy szerintem... Hát mert Békesi is megszólalt most Márki-Zay kapcsán. Na, annyiban exponálnám ugye a problémát, hogy tudják, azért nem biztos, hogy olvassa a nézősereg Békesi László bejegyzéseit. Most van egy ilyen az ellenzék környékén, meg az ellenzékkel összefüggésben ugye egy vita, hogy most akkor ezek csinálnak valamit, vagy nem csinálnak, és hogy akkor az utóbbi hetek, vagy napok, vagy a következő hónapok azok ennek az ellenzéknek a politikai sikeréhez vezető út-e, amin ők most járnak, és hogy ugye nem csinálnak semmit, nincsen aktivitás, stb. Ellenmondó nyilatkozatok vannak az ellenzéki pártok között, a Márki-Zay és az ellenzéki pártok között, és Békesi László, aki azért mondjuk a bal oldalon mégiscsak egy elég ismert ember, volt pénzügyminiszter, hát nagyon kartosan beleállt, és közölte, hogy hát a Márki-Zayt minél előbb le kéne venni. Mert hogy káosz van az ellenzéki oldalon, és nem történik semmi. Én kivételesen írtam ehhez egy megjegyzést. Egyébként Békesi egy borzasztó okos ember és nagyon intelligens személy, csak valószínűleg az életben nem tudja megbocsátani a sorsnak, hogy ő sose volt miniszterelnök jelölt se. Mert ő magát annak... Mert, hát nem, csak úgy visszaemlékszem arra, hogy Békesi mielőtt még Horn Gyula megválasztott miniszterelnök lett volna, aztán amikor miniszterelnök lett, meg utána is, a tevékenységének egy jelentős része abban merült ki, hogy Horn Gyulát meg kéne buktatni. Most valószínűleg ez, hogy is mondjam, ez egyfajta karakter, vagy lehet, hogy ez egy életprogram. Haladó hagyomány a Békesinél. Hát, hogy általában vörösöknél. Na jó, de éppen erről beszélgettünk a műsor előtt is. Én tényleg nem nagyon tudom megérteni azt a lelki állapotot, mert az, hogy az ember akar miniszterelnök lenni, az egy dolog. Na de hogy mondjuk utána mégse hozza össze a sors, és az egész élete arról szóljon, vagy a hátralévő élete, hogy mindenki, akiből mégiscsak komolyan jelölt lett, vagy miniszterelnök lett, azt azonnal neki kell állni, fikázni, hát ezt nem nagyon tudom felfogni. Ez az egyik dolog, a másik dolog pedig az, hogy azért ezt a koalíciót, mert választási koalíciót nem volt egyszerű összerakni. Ebben őrült nagy jelentősége volt, különösképpen a közvéleménynek. Hogy azután, hogy összeálltak, és azon a alapon álltak össze, hogy ennek a rendszernek meg kell buknia Orbánnal az élen, bár hozzáteszem, nem tudom, hogy ezt az ünneplésbe bele tudjuk-e hozni, hát Orbán Viktor, akinek semmi köze az üzleti élethez, ugye családja újabb gazdagodásának, vagyunk szemtanúi, hiszen Tibor István vásárolt egy bankot. Igen, francia, mi hát azért nem akármit, tehát egy bankot, hölgyeim és uraim, a miniszterelnök, aki nem foglalkozik üzleti ízével, éppen most rabolja ki az országot, amúgy az ellenzék éppen azon tököl, hogy mi számít jogállaminak, amúgy, hogyha valaki megkérdezi, nem ez az álmaim ellenzéke, hogy más nem mondjak, amikor pusztán az alkotmányozás, meg a rendszer pusztán csak jogi kérdés, és hetek óta nem hallok egy olyan mondatot se, hogy ez véresen politikai, nem jogi kérdés. Ennek a rendszernek meg kell buknia, ha úgy tetszik, akkor be kell rúgni az ajtót. Ennek a berúgásnak az a feltétele, ami 90 évben is volt. Mert nem a jogászok alkotmányoztak akkor, hanem az a politikai nyomás, a választói nyomás, hogy ennek a rendszernek mennie kell. Meddig akarjuk még ezt eltűrni? Meddig hagyják
hogy kirabolják az országot, és akkor jogászkodnak. Hát az eszem megáll. Azzal együtt, hogy ennek nyilván nagyon fontos és nagyon komoly jelentősége van, és nyilván jogilag és formailag is ezt rendben lévően kell majd intézni vagy működtetni. Na, mindegy. Azt akarom csak kinyögni, hogy aki most az ellenzékre óhajt szavazni, vagy fontosnak gondolja, és én nem az anarchistákra gondolok, meg a független elemzőkre, félreértés ne legyen. De aki most politikailag érdekel, akár szándékai szerint is, meg érdekei szerint, hogy megbukjon ez a rendszer, az legyen szíves most ezt az ellenzéki koalíciót, ne baszogassa. A konokat nyugodtan baszogathatja, mert még egyszer mondom. Meg bárki, bárki. De aki érdekel, az érdekeltségét nyilvánította, az legyen szíves ennek a választási győzelemnek az érdekében megszólalni Békesi Lászlótól, Faust tudja kicsodáig, na most nem akarok megbántani az ellenzéki szavazók egy részét. Hagyja már abba a DK-nak a szekta tagjai is, meg az összes szektatag, hagyja már abba az ugatást. Az a vicc, hogy tulajdonképpen egyetértek veled már, mint abban a szempontból, hogy ebben a szituációban, amit most így előállított az ellenzék, én a Márki-Zayt rettenetes alaknak tartom, és tényleg egy borzasztó ötletnek eleve, de az ő image-e, az ő, hogy mondjam, szuper power-e ebben a játékban az volt, hogy ő így az új, a külső, aki még nem volt, aki még nem kopott el. Na most, amikor ugye már nincs arra idő szerintem, semmiféle választási összefogásnak, vagy akármiféle politikai izének nem lehet idő, hogy itt most ugye a vezénylő tábornokot váltsanak, ahogy a Békesi fogalmazott, vagy kapitányt váltsanak, ahogy Gyurcsány Ferenc fogalmazott, ez most már egy marhaság. Szerintem baromira nincs sok esélyük Márki-Zay Péter vezénylő tábornoki kapitánysága alatt, de hogyha most elkezdik ezt az egészet kavarni, előjön Békesi László, tényleg akinek már én elvileg, hogy mondjam, történész vagyok, meg mindig is érdekelt a politikai tényleg, kurvára kell gondolkodnom azért ezen, hogy Békesi László, persze még emlékszem rám, Csehák Jüditről egyébként jellemző módon jobban emlékszem, mint Békesi Lászlóra. Engem a Békesi Lászlóba eleve az lepett meg, hogy így előkerül, és bekerül ezzel a lapokba, és hirtelen mindenki arról kezd beszélni, hogy Békesi László Kutuzó, anyám ki a téltábornok. Engem egyébként a legjobban az döbbentett meg, hogy milyen iszonyatosan rossz helyes írása van, de hát ez megint egy másik kérdés. Nem kéne ezt, nem kéne, most nagyon csúnya, és nem akarok én senkit dehumanizálni, nem úgy próbálni, hogy nem kéne előmászni a múlt pöcegődréből, nem kéne most itt ebbe az egészbe ilyen módon beleállni, hogyha valamit el akarnak kéne. Ha kérem, ha nem akarnak elérni semmit, hogyha azt akarják, hogy maradjon az Orbán, akkor viszont tök korrekt. Tehát akkor nincs semmi baj. Az jut eszembe, hogy Vitray Tamás bármikor megszólalhat bármilyen televízióval kapcsolatos ügyben. Mert hát ő valaki volt, vagy ő volt maga Mr. TV. Na de Békesi. Hát akárkiben szólalhat bármiben egyébként. Hát, ez a másik jó, de most érted, mire gondolok szakmailag? Jó, hát nyilván van egy ilyen hangulat, tehát nyilván nem örülnek neki a pártok, hogy kaptak a fejükre egy... Na de kitől? Hát tőlünk, négytől ugye. De szóval, én azért annyira nem látom ezt most rossznak, ezt a helyzetet, hogyha belegondolok abba, hogy mennyi pénzt osztott ki a Fidesz eddig, mennyi van beígérve mindenkinek, és hogy milyen intézkedések születnek nap, mint nap. Hogy a média helyzet, tehát minden az egész, amit NER-nek hívunk, és ami most ilyen NER pluszként üzemel, hogy ahhoz képest itt van az ellenzék, ami most per pillanat kínlódik magával, és ugye a kampánynak még nyoma nincs, mert valóban ezek az első ilyen programismertető sajtótájékoztatók voltak azok, ami már az egységes működésnek valamiféle gyümölcsei. Ahhoz képest, leszámítva azt az egyetlen egy kiszivárogtatott valamilyen mérést, ahhoz képest nagyon egyformára mérik a két erőt. Tehát, hogyha abban indulunk ki, hogy a Fidesz turbóra kapcsolva van egálva a össze-vissza kínlódó ellenzékkel, akkor hogyha tudják rendezni a sorokat az ellenzéki oldalon, és be tudnak állni Márki-Zay Péter mögé, mert valóban az ő lecserélése az a öntökön szúrásnak a feketeöves, nyolcdanos minősített esete lenne, akkor akár meg lehet a választás is. Tehát, hogy én ezekből tehát értitek, valóban nem működik jól most az ellenzék. Nem tudom, hogy kéne működnie per pillanat. Egy picit így, ahogy belelátott az ember a háttérmunkába, hát hat pártnak a hat elnökségi izén átmenő mindenféle, hát az nyilvánvalóan az hatodikon, és akkor annyiféle minden borzalmas tud lenni.
De ahhoz képest is ott vannak pusztán azzal az ígérettel, amit most meg tudnak jeleníteni, ami azt jelenti, hogy le lehet váltani az Orbán kormányt. Hát igen, ez az egyetlen. És már ez 50-50 környékére hozza őket. De mi lenne akkor, ha jól működne az Orbán? De hogyha másik, én nekem meg félig üres a poharam. Tehát én pont azt nézem, hogy csak 50-50-re, csak egárra lehet kihozni ezt a 11 nehány éve most már itt rabló, gyilkoló, néha gyilkol, azt azért ritkán, mindent ellopó, elképesztő botrányokat felhalmozó története. De az neked rabló, és neked mindent felhalmozó, és neked tönkretevő. Nem csak nekem, azért szerintem nagyon sokaknak, de most nem is arról van szó, eleve tehát nem szokták, most, hogy mondjam, 10 év nagyon sok. Tehát 10 év alatt ezek, most függetlenül rablástól, lopástól, mit tudom én, ez egy szegény ország. Ez egy olyan ország, ahol irdatlan magasok az adók, ez egy olyan ország, ahol nap mint nap szembe jönnek velünk a problémák az utcán, a WC-ben, a kórházban, a konyhában, a boltban. Igen. És ezt 10 éve csinálják, egyre rosszabb. Közben van egy pandémia, amiből viszonylag rossz mutatókkal jövünk ki. Jó, ez egy másik téma, hiszen abban szerintem a kormány sok helyen nagyon ügyes volt. Teljesen, egy csomó minden van. És ezt sikerül 50-50-re kihozni. Tudják. Ezt már rég el kellett volna söpörniük, hogyha itt egy olyan ellenzék működne, okay, ami valóban ellenzék. Csak az emberek nagyon hülyén fog hangzani, de tényleg az emberek nem tudják, hogy szarul élnek. És azt képzelik, hogy jól élnek. Azt gondolják, hogy bizonyos ez szempontból, hogy hát gondolj bele, hogy milyen kép jelenik meg Skandináviáról például, Svédországról. Milyen kép jelenik meg Franciaországról? Hát Párizsról azt képzelik sokan, hogy gyakorlatilag egy permanens polgárháború zajlik a néger hordák, meg a elnyomott szerencsétlen fejlődik. Ez azért nagyon kisebbség szerintem, aki ezeket elhiszi. Ez olyan, mint hogy Észak-Koreában persze meg lehet próbálni elhiteni. Mi vagyunk a nyugalom és a béke szigete, a gazdasági erősödés, mennyországa, és a többi, és a többi. És ezt nagyon sok ember ezzel találkozik most már nem tudom hány éve ezzel a propagandával. És ez átmegy. Egyébként mi vagyunk a nyugat, az ha már Észak-Koreát felosztom, az pár éve volt, de lehet, hogy urbán legenda. Sosem néztem igazán utána, de állítólag egy észak-koreai propagandafilmben Magyarországon forgattak jeleneteket, ahhoz, hogy bemutassák, hogy az Egyesült Államok micsoda szegénység van, úgyhogy ilyen értelemben. Jó, hát figyelj, annak idején is azt, de nem tudom, hogy ez igaz. Annak idején mi is azt csináltuk, hogy elmentünk Kárpátaljára táncokat gyűjteni, nem gyűjteni már nem, mert akkor már le volt gyűjtve minden, de hogy egy kicsit találkozni az ottani zenészekkel, meg Erdélybe, és akkor utána meg Németországba mentünk ki táncolni, és hát volt egy ilyen jelentős életszínvonalbeli különbség. Hazajöttünk, és akkor gyorsan elmentünk Erdélybe, Kárpátaljára, és onnan már viszont már megint jobb volt hazajönni, mint Németországból. Az olyan, mint a Keszon, hogy így. Akkor én a zárszót fogok mondani. A fiatal politikai, ez a témához, igen. Ez a olyan, mint a hazafi vagyok, ide kívja, hogy ő hazahoz. Hogy is hívják? Mi zárszavak? A fiatal koromban volt olyan szerencsém, hogy Izsépi Tamás mellett dolgozhattam, aki egy öreg kereszténydemokrata politikus volt, a 66 éves volt a rendszerváltás idején, bekerült az Antal kormányba igazságügyi miniszter, Ethereumba államtitkárnak, és az volt az első ilyen meghökkentő pillanat, amikor mondták neki a miniszterbe alkalmazottak, hogy hát akkor államtitkárok kérnénk a munkakönyvét, és akkor mondta, hogy neki az nincs, erre kicsit megütköztek, hogy 66 éves fejjel meg mindig nincs munkakönyve. Az öreg egy nagy fazon volt. Na, ő volt az, aki a KDNP-n belüli belharcok idején, amikor a KDNP frakció úgy ült föl egymással szembe, hogy a Izsépi Latorcai semmilyen vonal, szembe a Gici Füzesi akármilyen vonallal, és ilyenek voltak mindig, és Izsépi Tamás frakció vezetőt középen elkezdett a frakció, és elszabadultak az indulatok 5 perc alatt egymást tizetik, és akkor a Tamás egyszerűen felemelte a kezére, elnéztek, azt mondja, hogy igen. A kormány mindent elkövet, hogy az ellenzék nyerje meg a választásokat. Erre az asztal mindkét oldalán mindenki bólogatott. Majd a Tamás várt egy hosszabb lélegzetvételt, és azt mondta, hogy az ellenzék mindent elkövet, hogy a kormánypártok nyerjék meg a választásokat. Hát körülbelül így foglalnám össze, amit láttunk, tehát hogy a kormány szerintem iszonyú sok hibát követ el, és az egész politikája arra jó, hogy akik nem szeretik, azoknál egyre gyűlik az indulat, hogy ez egy őrült, elmebeteg, pocsék kormányzás. De hát gyerekek! Az ellenzék pedig olyan módon adja elő magát, hogy legyártja a kormánynak azokat az érveket, hogy miért nem szabad az ellenzékre szavazni. Tehát én azt hiányolom az egészből, hogy semmelyik oldalon nem állnak föl valóságos problémákat értelmes emberek módjára megbeszélni. Lopás közben baromi nehéz, de arra, hogy tényleg... De az ellenzék nem lop. Hát az ellenzéknek senki nem... Bocsáss meg, és már nem mondok.
Hát de miről diskutáljak én egy bankrablóval? Hát nem a bankrablóval, a magyar társadalommal. Hát a magyar társadalommal. Jó, de ahogy te felvetted a képletet, ott nem a társadalomról volt szó, hanem a kormánypártról. Értem, de én nem nagyon látom értelmét bejárni az országgyűlésbe, mert ami ma a Kossuth téren folyik. Ne kezd el, Jani, megint. Pedig ez az egyetlen izgalmas téma az egészben. Jó, hogy teljesen igazad van, és pont arra szolgál ez a panda játék, hogy ha van elégedetlenség, akkor azt a másik oldal becsatornázza. Vagy ez, vagy az. És az a lényeg, hogy be legyen csatornázva. Azt mondom, én nagyon rövid történet lesz, mert tényleg miről az iskolá egy bankrablóban. Én voltam éjjeli őr a centrumáruházban, éjszaka ki kellett menni járőrözni. És kiment, ez még 90-ben volt talán rögtön a leszerelésem után, tök mindegy. Kimentünk, és ott csávó éppen törte fel az ABC-t, és így mondtuk neki, hogy figyelj, mi vagyunk az éjjeli őrök, ne csináld. A pöntökű mutatja, hogy éjjeli őr, mondom, figyelj, itt van a gumibotunk is, van hát ilyen kábel darab, hogy mindenkinek lehet ilyen gumibotja, figyelj, ki fogjuk hívni a rendőrséget, és elvisznek. Mindenki mondhatja, hogy kihívják a rendőrséget. Azt hittem, hogy mi is kép fel akarjuk törni a boltot, hogy ezzel akarjuk elzárni. Faszi, akkor szaladt el, amikor már tényleg ezzel kihívtam a rendőr, vagy mobil, a fenét nem volt még, akkor bement a társam telefonálni, és kihívta a rendőrséget, jött már a rendőr, ott fékezett az alkalmáti téren, akkor elszaladt a csávó. Egy héttel később álltam sorba a Kőbánya mozinál, akkor még nem ATV székház volt. Egy pénztárnál, és akkor láttam a csávó jött, hogy köszi, köszi! Hát megúszta. Ja, én mondtam neki, hogy lesz rabolni. És az, hogy miről is kell egy bankrabol, az fogja írni, és némi joggal, hogy te is ki akarod rabolni a bankot. Hát mondok egyet, jó? Tehát bemutatták, hogy a napokban az ellenzék az egészségügyi programjára. Hárman ők beszéltek, jó nevű ellenzék, Komáromi doktor, meg még kettő. És hallgattam, és akkor egyszer-egyszer valamiért olyanom lett, és megnéztem. A tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek, tehát több mint 6 hónapja betöltetlen háziorvosi körzetek száma 578. Uh-huh. Ebből 98 ebben az évben ürült meg, tehát aminek az utolsó napján ülünk itt. 98. A legrégebbiek, azok 18 évvel ezelőtt, 2004-ben ürültek meg a legrégebbi betöltetlen háziorvosi körzetek. És azt mondd meg nekem, hogy miért nekem kellett ennél az asztalnál erről beszélni? Miért nem Komáromi doktor beszél meg a többi nagyon okos ember helyzében? Érted? Hát próbáljuk meg a valóságos problémákról valóságos beszélgetést folytatni. Dobrev Klára, akiről egyébként én rengeteg jót hallottam olyanoktól, akik közelről ismerik, én biztos nem fog rá szavazni, de ez most mindegy. Dobrev Klára kiállt és azt mondta, amikor a kettős meccse volt a Márki Zajjal, emlékezzetek, hogy a következő kormányciklusban 500 háziorvost fogunk szolgálatba állítani. Honnan? Igen. Hát érted, el kell neked mondani, de nincs semmi értelme. De ezt mondtuk akkor hát, is, és akkor mondták, igen, megkaptuk, hogy ez igen, ilyen hosszú távú program. Igen, de hát így nem lehet beszélni a nép. De az a baj, hogy ezt én mindig nagyon hallgatom, hogy mindenki, aki a politikán kívül van, meg tudja mondani, hogy hogy lehet beszélni a néppel, az egyik dolog. A másik szeretném elmondani, hogy a parlamenti képviselőnek a munkahelye nem csak a parlament. Ezt elég ritkán szokták egyébként, hogy is mondjam, számba venni. Tehát a parlamenti képviselőnek, ráadásul addig, amíg van egyéni választókörzet, ami szerintem Magyarországon a parlamentarizmus egyik halála, már az, hogy egyéni választókörzet van, én ezt megszüntetném mindenképpen. De az arányos listás csak a korrupció meleg ágya, de ez 100 éve így van. A másik az az, hogy egyrészt azért van itt egy 1 millió vagy 1,5 millió ember, aki baromi jó jártan erre. A harmadikra meg elmesélek egy anekdotát. A napokban alakult ki ez a helyzet, 1-2 hete. Feltűntek a kedvenc kocsmárban a dél-koreaiak. Meg jó, az éjszak. De nem a slapajok. Nem, hát. Hanem a, de nem ez a poén. Tehát, hogy kell a néppel beszélni. Hanem ilyen felső-közép káder, szerintem 30-as, nagyon jó kiállású, jó öltözetű emberek a mi kocsmánkban. Na, azért nem piskóta, de oda járnak. Ezek a Samsungosok. És a Samsungosok, igen. És édesek különben, mert egyfelől úgy viselkednek, mint a fehér ember annak idején az észak-amerikai indiánoknál. Mert azzal kezdik a beszélgetést, hogy és akkor nekik milyen telefonjuk van. Van ez a hajlítható szar. És azon van egy tolmácsprogram, és baromi jó, és akkor elkezdenek dumálni, és hogy a magyar ember milyen jó ember. Na és mi a következő gondolat? Skalpon. Na mi a következő gondolat, ami mint egy ilyen cukor? Egy lófasz. Megeszi a kutyára. Egy lófasz. Azt mondja, hogy és a magyar ember az nagyon komoly ember. Komoly? A magyarok.
a hunok leszármazottai. És mint a papagányomják. És látszik rajtuk, öregem, hogy ez megvan nekik mondva. Ha ennek a rakás idiótának előadjátok ezt a hun mitológiát, akkor el fog olvadni, bazd meg, és elviheted a gatyáját is. Na, Sanyi, te jössz. Nem távol kületen egyébként ez a hun mitológia. Sokadik gondolatok illantó. De én azt hittem, figyelj ide, amikor az első csávó, hogy mutogatta a telefont, majd a... Hogy hívják ott, mert hát mi történt? Ugye engem azért szólítottak meg először, de ezt mint utána négyszer hallottam már azóta, ugye különböző arcoktól. Ugye bemegyek a kocsmába, és én köszönöm. Hát nálunk köszönni szoktak, még nálunk szoktak köszönni a gekkóba. És de mindenki köszön. És akkor hát ott volt hát először azt hittem, hogy kínai, de aztán kiderült, hogy dél-koreai. És hogy oda ezt nekik ne mondd, hogy te azt hittem, hogy kínai vagy, az amit neked ilyen, azt mondanák, hogy román vagy. De bamba buta tekintetem van, de baszott intelligens vagyok. Tehát az a helyzet, hogy egy oda mentem és köszöntem. Tehát nem mondtam, hogy szia, de kínai. Azt kell tudom, hogy a kezed a kínai komoly ember. És figyelj ide, és mikor már mit tudom, a hagyadik napon más arcokkal előadták ezt a hunrabló mesét, meg a izével, a micsodával, hogy és akkor ilyen arany, hát a magyarok nagyon-nagyon jó emberek, és a dél-koreaiak is nagyon-nagyon jó emberek, de a magyarok ráadásul a hunnok leszármazottak. Kész, anyád dobta maga. Igaz, de miért amúgy finnugorok vagyunk, Sanyi? Finnugorok vagyunk? Te hülye vagy, Sanyi. Remélem, hogy érted, hogy miről szól. Persze, hogy érted. Én nem voltam. Jó, tudom, a poénettől jobb lett. Igen, én tudom, ezt vágom. Csak mert intelligens a sárga. De te láttál egymilliárd politikus tovább. Magad mellett nyilván. Igen. Felnőni, igen. Nagyjá lenni, összeolvani, ízni. De hogy én akit láttam, még csak azt sem gondolom, hogy mindegyik azzal a szándékkal lépne be a politikába, hogy most lopni fog, meg aljas lesz, meg ízni. Hanem sokan azért úgy lépnek be, úgy kerülnek be a politikába, hogy valamit tenni. Kisebb, nagyobb közösségekkel. És akkor utána találkoznak ezzel, ahogy beszéljünk a néppel problémával, és akkor jön az, hogy hát mondjuk ha a Fidesznek megy ez a dolog, ez a propaganda dolog, akkor most hát mit tudjunk csinálni, akkor csináljunk mi is valami hasonlót. Mert ez csak egy eszköz, és ez kell ahhoz, hogy mi hatalomra kerüljünk, és akkor majd jók leszünk. Tehát hogy az a baj, hogy elkezdenek rosszá válni, vagy rosszak lenni a politikus jelöltek, meg a politikusok, akik hatalomra akarnak kerülni, mert ezt az utat látják a hatalom megszerzésének egyetlen útjaként. De mindegy, az van benne, hogy de ha ott leszünk, akkor mi nem ilyenek leszünk. Majd belülről fogunk Csak mire oda jutnak, hogy ezen a rossz úton mondjuk megszerezték a hatalmat, akkor már egyszerűen már úgy működnek, már átvették. Ennek az az ugrópontja, az a baj, és ez nekem nagyon régen már néhány, nem fogok éneket mondani többet, hogy ugye valamely politikai közösséghez tartozó politikus megjelenik a térben, jön, megy, jellemzően első körben a saját közönségével találkozik. Én igyekeztem megtenni, meg most is csak azt tudom javasolni, hogy ha valaki politikussá avanzsál, és mondjuk szeretne hazafi lenni, hogy törekedjen arra, hogy olyanokkal is érintkezzen, meg olyanokkal is találkozzon, akik másképpen gondolják. Baromira megtévesztő a saját közönséggel való találkozás. Baromira megtévesztő. Egyébként pedig a hatalom tud jellemromboló lenni. Tud. Olyan kretént, mint ahogy te ideidéztél, olyan kretént mondjuk én egyet láttam, pedig elég sok embert. Egyetlen egyet láttam, csak a Cúslágot. Egyetlen egyet. Ja, aki lopási célra jelen. Én nem is tényleg, ez nyilván persze az én rossz emberismeretem is. Én senki olyat nem láttam a pályán, aki ne úgy indult volna, amikor még ártatlan volt. Én láttam, és a Cúslágot is láttam a pályája elején az egyetemen, és az egyetemen egy csomó olyan volt már, akik akkor elhatározták, hogy politikusok lesznek, mielőtt egyáltalán ideológiájuk volt. De nem még azt sem határozták el, hogy jobb vagy baloldaliak lesznek, majd amilyen ajánlatot kapnak. Sok ilyen. Hát ilyet látom. És a hatalomnak ez a logikája, a hatalom mindig azt mondja, hogy nekem azért van hatalom, hogy jót tegyek. Ez az ön, hogy mondjam, önszuggesztiója. Én egyáltalán nem gondolom, hogy a politikus egy másik emberfajta. Tehát nem gondolom azt, hogy azért megy mindenki oda, hogy lopjon, de ez a dinamikája. Ez a dinamikája, mint hogy a kapitalizmusnak is van dinamikája, amikor Robert Owen azt mondta, hogy én úgy leszek kapitalista, hogy építek óvodát is a munkásoknak, mert nem 12 órának 14 óra lesz a munkaidő, csak 9, meg 10, akkor ez működött, önmagában kiválóan elműködött volna, az Owen gyárai jól termeltek, megfojtotta a konkurencia, mert ezt nem lehetett megengedni, mert az egésznek a logikája nem erre mutatott. Elébe ment a dolgoknak. Lehet egy politikus, akarhat jót és megpróbálhat jót csinálni, ki fog selejteződni, mert nem ez a hatalom, nem ez az állami dinamika,
logika működése, nem ez a logikája, nem ez a matrix. De mégiscsak vannak országok, mint Magyarország. Politikailag, gazdaságilag. Nem ezt vetette föl, és én nem erre válaszolom. A Pista, jó, csak velem vitatkozva, és amúgy meg olyanokat állítva, amelyek nem az, hogy valaki mondjuk például politikus akar lenni, én abban az igott a világon semmi problémát nem látom, és nem gondolom, hogy ebből abszolút következik az, hogy egyébként ganég az ember elköstően szar legyen. Nem hiszek, látok is erre példákat, millió ilyen példa van. Vannak olyan országok, ahol egyébként például effektív politikus képzés van, és elhatározza az a jó ember, hogy ő politikus akar lenni. Tehát az nem egyenlő a morál incinitivel. Ez nem igaz. Nem szükségszerű. Mit mondasz arra az állításomra? Az analistáknak igen. Sanyi, mit mondasz arra az állításomra, hogy én elfogadom, amit a Pista mondott, de viszont ha már erről beszélünk, rengeteg olyan ember ül a parlamentben, aki egyébként a való életben még csak középszerű ember sincs, sem tehetségében, sem szellemi színvonalon. Hát és oda... azért lesz politikus, mert ott a saját mikrokörnyezetében, vagy az univerzum kedvező hullámzása kapcsán politikus válhat belőle, semmire nem vinni az életben. De most már ez van. De és ez viszont, ilyen viszont előre átgondoltan aljas indokból elkövetve lesz politikus, most már működik, mert ez neki a csúcs. Ez neki most a már csúcs. Működik a kontraszelekció is. Tehát igen, és akkor ilyen emberek persze. Na azért, mert mit tudom én például nem mennék el politikusnak, most ez nem azt jelenti, hogy én mennyire frankó ember vagyok, de hogy más meg azt mondja, hogy ez egy piaci rés, akkor miért nem? És ez már akkor nem arról szól. De hogyha jó emberek nem mennek el politikusnak, akkor ott marad az embereknek a pálya. Aki piacon sikeres, egyedül a gatyákban, aki most el akar menni. Ez is munkaerőpiac. Az, hogy ennek a munkaerőpiacnak az a szegmense, ahol a közéleti ember, a politikus képződik, az mérhetetlenül alul preferált olyan fajta szempontrendszerekkel telített, egy olyan intézményi háttérrel, amelyek valójában nem pártok, mert nincs tagságuk, nincs intézményük. Az, hogy magyarországi pártok szekták, vezérelvű, feudális intézmények, ahol például úgy keletkezik a politikus, mint ahogy, és ez most minden külön, de szerintem érzékletes példa, mint a Varga Judit, meg a Novák Katalin. Az, hogy a főnök úgy dönt, hogy na te belőled lesz politikus, ahol néppártok vannak valójában, például Ausztriában, ahol van tagság, ahol az ember úgy lesz politikus, hogy megvív egy versenyt a közösségen belül, az alapszervezetén belül, a tartományi szervezeten belül, ahol emberek mérik meg, nem a vezér. Hát olyan sokan csodálkoznak azon, hogy például ez a, hogy hívják az osztrák kancellár? Kurz. A Kurz megbukott. Hát nem csak azért bukott meg, már effektíve megbukott, mert egyébként azt csinálta, amit csinált, hanem azért, mert ott van egy olyan közösség, ahol ezzel nem lehet megállni. Itt nem lehet megbukni, itt az bukik meg, aki a főnöknél megbukik. Sanyi, 3 percünk, ja, 6 percünk van az adásból, nincs itt a itinerben benne, de én most mindenkit arra kérek, hogy mégiscsak az év utolsó adása. Ilyenkor mindenki szokott valamit kívánni a jövő évre, tehát ezzel a közhelyen sem bírok megbirkózni. Kár. Vázoljátok föl, hogy mi az, amit amit szeretnétek, hanem amit láttok Magyarország áprilisig, gondolom én ezt. Mi fog történni? Elszabaduló infláció, elszabaduló osztogatás, elszabaduló indulatok, stb. Ilyenekre, ilyen címszavakra gondolok. De hát azért mindenki a maga gondolatait. Kivel kezdjük, Sanyi, te veled? Én. Hát jó, hogyha én maradok annál, amit kérdeztél. A téboly fokozódni fog. Érkezik, szomorú vagyok, ha jövőre már 68 éves leszek. Nem várok semmit. A gyerekeim boldogságát, meg mindenkinek a boldogságát, meg hogy ne boruljon el a Putyin álméje. Teljesen. Most Ukrajna kapcsán? Hát, hogy nem szeretnék egy világháborúba keveredni, vagy abban élni, vagy mit tudom én. Most eszembe jutott, idéztétek a csehákot, meg a csehákféle, mi az Isten haragját, a salátát. Életemben annyi salátát nem ettem, mikor felhívtak arra, hogy ne egyek salátát. Soha nem fogom elfelejteni. 1 forint volt a salát az Őrsvezér téren. Jöttem ki, hát csórokodunk, de az a szarva. Úgy vittem haza a salátát, és zabáltam képpofára. Most már értjük a séródat legalább. Igen.
Jó, mindent tudom. Na, legyenek boldogok, ezt kívánom. Azért, mert a hülyék országa mindegy itt fog. Mielőtt a Jani átvenné azt, hogy azért a fiatalabb nézőinknek hadd mondjam el, tehát ezt a... Ez hány évvel? 4-5 évvel a rendszerváltás előtt volt, és az 86. És az egészségügyi miniszter felhívta a lakosság figyelmét, hogy nyugodtan zabálja a salátát. Én és akkor voltam a lakosság. Ugye? És közben Csernobil, most már láttuk azóta a Csernobil című filmet, kettőt is megnézhettünk. Kicsit korrigálnunk kell, tehát azt mondta a minisztérium, hogy aggodalomra semmi jó. Igen, jó tablettát nem adunk, mert van igen, jó igen. tablettánk, de a lakosságnak nem adunk. Egyébként vitték az a gyógyszertárból a bennfentesek. De salátát azért, ha lehet, szabadföldi salátát ne egyen. Kétszer mossák ezt meg. Mondták. Igen, igen. Nem azt mondták, hogy... De igen, nem azt mondták, hogy egyébként, hanem azt mondták, hogy legalább kétszer mossák. De ez betett, betett a saláta akkor. Látszik is rajta. Mindenesetre én a Sanyit láttam, sőt, be is egy kicsit így villódzik. Van egy ilyen zöldesen neonszínű fénye. Az az aurája. Janikám, jövő évű gondolataid. Én mondjam? Hát, igen. Janikám, hát nem vagy. Mondjuk el a gondolataidat. Optimistán remélem, hogy a választások után is kezelhető viszonyok maradnak. Ez a legnagyobb reményem jövőre. A realista remények közül. A legesleg optimistább reményem az, amit már többször elmondtam, hogy a mostani pártok mind kiúlanak a parlamentből, és helyettük 199 értelmes ember kerül az országgyűlésbe. És mit történik, ha kiúlanak a parlamentben? Olyan emberek kerüljenek be, akiket te körül írta, akiknek van valóságos felelősség, tudatuk és tudat. Hol vannak? Mutat már, egyet utasak, vagy te is indulsz, Jani, rá fogunk szabadni. Ne haragudjál! Arról volt szó, hogy mindenki kíván hatalmat. Jó, engedd meg nekem az investíciót. Jó, köszönöm. A valóság ezzel szemben az, hogy a mi hazánk fog bejutni. Meg a két farkú. Szóval én azt remélem, hogy a józan ész valamivel erősebb pozíciókra tesz szert, mint most. Konok. Hogyha így váltakozva, hogy még menekülök. A forgatókönyvöm az, hogy minden csütörtökön itt fogunk ülni, és ezekről a következő 8 évben is. Az optimista forgatókönyvön meg minden csütörtökön is. Plusz még az, hogy a Sanyi nem keveredik világháborúban, akkor én is belekeveredem, mert az túl közel lakunk egymáshoz. Ahol ő van világháborúban, ahol én van, nem vagyok. Nem tudom, hát én nem várok meg, mondom őszintén, semmit a választásoktól. Ha picit is elhinném azt, hogy ennek a elképesztően gusztustalan ellenzéknek bármiféle esélye van a kormánnyal szemben, akkor azt mondanám, amit te mondasz, hogy bárki csak az, akkor bukjanak meg. Itt teremlet, azt mondom neked, ezt nem mondom el műsorban, de elmondom. Ide jön a kis, ezért Tündérke vagy Manu vagy minden, és megkérdezi, hogy figyelj, te hülye konok. Nyerjen a Márki-Zay Péter, akkor azt mondanám, hogy rajtam múlik, akkor nyerjen. De valahogy ezt nem tudom elhinni, és egyébként meglehetős félelmei vannak azzal, hogyha ezt kívánnám a Tündértől, akkor utána irdatlanul megbánnám. Hát én az egyik pillanatban nagyon szurkolok az ellenzéknek, hogy nyerjen, és azért, hogy mondjuk ezt mondtuk már 4 évvel ezelőtt is. Igen, erről beszélek. Ez az ízja, a demokratikus pofon, ugye ezt az ízja kifejezést hoztuk világra, akkor milyen fontos lenne a magyar társadalomnak ez a demokratikus pofon, hogy a kormány megkapja, és akkor a hatalom és a népi, és mindenki ilyen frankó lenne. Én még mindig hiszek benne, hogy hát ha, és pont ezért nagyon, nagyon szurkolok az ellenzéknek, hogy összejön ez a demokratikus pofon, és minden másik pillanatban meg azon gondolkodom, hogy mi a lópikulát fogok csinálni a következő Fidesz győzelem után, mert hogy abban biztos vagyok, hogy én ezt nem tudom csinálni már így tovább. Tehát, akkor nem fogsz itt ülni. De, csak ezt nem tudom, valamit, akkor valamit csinálnunk kell, azt érzem. Tehát, hogy ez már így akkor, így eldiskurálgatunk, meg végre történik valami a műsor, de hát, hogy akkor azt már kevésnek fogom érezni. Egyetlen mondat, nem, a demokratikus pofon az egy nagyon szép történelmi anekdota annak idején, amikor felmerült, illetve véghez vitték a kommunista párt és a szociáldemokrata párt egyesítését 45 után, akkor a Marosán elvtárs oda ment Justus elvtárshoz és örvendezve mondta, hogy mindkét nagy folyam Justus elvtárs, úgy egyesülünk, és Justus Pál erre azt válaszolta, hogy mindkét nagy folyam úgy fognak minket valakba rúgni. Pártot fogunk alakítani, Pityu. Ettől féltem. Nekem már van egyébként, van már név is, de... Bőrtem párt! Csépi. Ez a másik kedvencem öregem, hogy egy nem létező senkiről pofázik a félmagyar sajt. Az a másik. Én 17 éve ülök hasonló műsorokban. Mindig ellenzékben.
És hát gyakorlatilag ráment az újságírói párafutásom arra, pedig szerettem volna vetélkedőt csinálni, meg jó, egy csomó mindent, de hát ezt már rég elengedtem, tehát na semmi. Már én azt hiszem, nekem ez maradt, hogy így ülök, és ilyen nagyokat így a hatalom ellen. Hát még egyszer a Megasztárban ez zsűri. Jó, még egyszer, igen. Újra kezdjük. Egyébként pedig azt szeretném, hogy az idősebb korosztály emlékszik rá, volt egy Beke Kata nevű MDF-es képviselő. Hogy ne emlékezni? Igen, a fiatalok nem biztos. És írt egy fantasztikus könyvet, akkor kezdtem én körülbelül érdeklődni a politika iránt, az volt a címe, hogy Úristen, nyertünk. Győztünk. Az MDF-re gondolt, és akkor, amikor ugye Beke Kata aktív MDF-es képviselő. Államtitkár volt. Oktatásügyi államtitkár volt. Tehát akkor szembesült azzal, hogy más kormányozni, meg más jót akarni. Szóval én azt szeretném a mostani ellenzék Jézus számára... Jézus Mária, győztünk, nem az Úristen. Úristen. Én azt szeretném a mostani ellenzék számára, hogy legalább idáig eljusson, hogy fölkiáltson, hogy Úristen, nyertünk. Önöknek pedig azt kívánom, hogy minden, amit szépet és jót kívánnak maguknak, az teljesüljön ezzel a elképesztő augusztustalan közhelyen. Búcsúzom. Jövőre pedig... Hát, de durva lenne, hogy ez így bejönne, és mindenki, amit kíván, az teljesülne. Hát boldog új évet. Az a semmi világ. Boldog új évet, viszontlátásra. Például mi megszűnnénk létezni azon.